A bajnok MTK VM zsinórban négyszer nyert a legutóbbi mérkőzéseken, és ezzel jelentősen előrelépett a bajnoki táblázaton. Ugyanakkor a Ferencváros is javított a helyzetén az Albert Rákosi 2 segítségével. Vajon a zárás és ezzel aztán a biztató folytatás tavaszra kinek sikerül jobban? Ez volt a kérdés a Hungária körúton. Kincses. Három ember között viszi el. Topor kapja jól, ügyes fordítás középre, nagy gól helyzetben, nagy még, és híres szerel. 9. perc, Fischer buktatásáért, ferencvárosi szabadrúgás, Topor. Limperger feje mellé. Farkas nagyon kemény, határozottan lép be. Seilert. Bús pölöskei mellett, Zsiborás fölöslegesen jön ki a kapuból. Gól, 1-0 az MTK javára. Pölöskei szépen csinálta, de egész sor ferencvárosi védelmi hiba kellett hozzá. 11. perc. Egy jó indítás, Pintér beragacó sem lehet lesről. Bús nagyon lassú, és itt Zsiborás kijön, fölkínálva ezzel a lehetőséget, hogy Pölöskei elrúgja mellette, el is rúgja. Varga indul a megszerzett labdával. Seibert. Bognár felé, nincs les, Bognár, Zsiborás. Katzenbach. Pölöskei elpattant tőle, megmenti azonban, lassúak voltak az FTC védői, Varga egyből, Bush. Pölöskei megy a labdáért, amit Bush elvesztett. Megpattan egy lábon, Varga, gólhelyzet, gól is. Seibert félfordulásból a 19. percben megszerzi a második MTK VM gólt. Egész sor hibát elkövetnek a ferencvárosi védők. Ennek végén a visszapattanó labdára megy Pölöskei, beteszi középre, még egyszer megpattan egy lábon, Varga lövi, és Seiber tisztán állhat, 2-0. Kékesi elviszi a labdát Limperger mellett egy nagy sprint után, Seiber bent, Varga bent, Kékesi még mindig, gólhelyzet, Kékesi visszagurítja, 3-0, mintaszerű gól, Varga a gólszerző, 35. perc. Egy fantasztikusan lelkes Kékesi, aki megszerzi a labdát, elviszi a kényelmeskedő Limperger mellett. Aztán becsapja Búst, és elkezdi nézni, hogy hol vannak a többiek, hajszál pontosan adja vissza, Varga bepasszolja, 3-0. Bognár. Seibert. Seibert, kis hián középre jut a labdája, Keller. Kékesi szerezi meg. 11-es, Keller ellöki Seibertet. Jogos szándékos szabálytalanság. Jogos az ítélet. Igaz, hogy ártalmatlan helyzet, de ez nincs a szabálykönyvben, csak az, hogy a szabálytalanság egyértelműen szándékos, jogos a büntető. 38. perc, Seibert. És Zsiborás megfogja. Marad a 3-0. Hosszú Kellernek, de még elcsípi. Keller. Még mindig gólhelyzet, Topor, nagyon gyönge lövés, Szalai fejeli ki, és aztán Farkas. Topor. Keller veszi át az indítást, Keller még, és nem tudja már beadni. Dukon szöglete. Bús, 3-1. Dukon hosszú oldalra lövi, mindenki állva marad, Bús repül és csukafejessel szépít. 10. perc a második félidőben, 3-1-es állásnál Topor. Híres fejeli föl, Dukon lövi,
Sopor jól csavarja a labdát, Híres fölfejeli, és Dukon érzi, hogy nem lehet állítgatni, egyből lő. Azt hiszem, a mai mérkőzés is mutatta, hogy nem néz könnyű tavasz elé a Ferencváros, mert az első fél időben kifejezetten, hát nem akarom azt a kifejezést használni, hogy megalázó volt az MTK fölénye, de mégiscsak ez jár közel az igazsághoz. Hát én azért nem így fogalmaznák, mert tulajdonképpen a mérkőzés első 10 percében nekünk volt 2-3 helyzetünk. Hát ez a labdarúgás törvényszerűsége, hogy az a csapat, amely nem tud gólzugni, kihagyja a helyzeteit, az gól kap. És sajnos ez be is következett, mert szinte 10 percenként kaptuk a gólokat, mert az MTK végeredményben maximálisan használta ki az első fél időben adódó helyzeteit, a 11-esről nem is beszélve ugye, és tulajdonképpen a védelmünknek, védőjátékosainknak a fegyelmezetlensége okozta azt a 3 kontratámadást, ami tulajdonképpen az első fél időben 3 gólos MTK vezetést jelentett. Azt hiszem, az MTK nagyon ügyesen játszott, mert hagyta, hogy ez a fiatal Ferencváros kitámadjon, és ebből játszották ők aztán a kontrákat. Hát elképzelhető, biztos vagyok benne, hogy erre is számítottak, azonban itt egyéni hibák döntötték el tulajdonképpen a mérkőzés sorsát. Az első fél időbeli 3-0-ra értem ezt elsődlegesen, ugye, mert az első gól előtt, ugye, hát a Pölöskei tulajdonképpen 3 védőjátékosunk között ugrott ki, a Zsiborás Gabi mellett elpasszolta a labdát. A második gólnál a Busz Iván volt az, aki egyértelműen, hát hogy úgy mondjam, hibázott. A harmadik gól pedig érzésem szerint nem a Limperger Zsoltnak a hibája, hanem a Keller Jóskáé, aki előre kalandozott, ugye, nem tudott időben visszaérni. Kékesi Rezső gyorsaságát kihasználta, visszapasszolta a labdát, és az érkező középpályán is bepasszolta. Nagyon sokan kérdezték itt a lelátón, hogy ezzel a játékos állománnyal mire lehet egyáltalán képes a Ferencváros. Hát ez a játékos állomány meglehetősen fiatal, 2 idősebb játékosunk van. Most nem mentségkét mondom, de még a mérkőzés előtti napon sem volt biztos az, hogy ki az a játékos, aki egészséges is vállalni tudja a mai mérkőzést. Mert a szűkebb 15-ös, 16-os keretből per pillanat is hiányzott 7 játékosunk. Ehhez jött még a Fischer Palinak a sérülése, ugye, ami megint ismételten egy kényszer megoldás kellett, hogy hozzon. Az a Répási Laci került a csapatba, aki a műtétje után egy mérkőzés játszott csak a junior csapatba, és most hát a Fischer Palit kellett volna, hogy helyettesítse. Erre mondják azt, hogy szegény embert még az ág is húzza? Hát lehet, hogy igaz ez a közmondás, de én remélem, hogy ez a közmondás csak erre a mai mérkőzésre vonatkozott.